Még ezen a héten pénzt kap a Hajdú Bét károsultak egy része, miután soron kívüli kifizetés indításával 131 gazdának 192 millió forintot utalnak át csütörtökön. A Vidékfejlesztési Minisztériumban történt egyeztetés után a gazdák meglepődve hallották a gyors segítségről szóló döntést. Volt, aki a nagy örömre verset is szavalt a Fidesz kormány segítségéről és Bajnai Gordon átkos szerepéről. Wittner Mária pedig további felelősségre vonást helyezett kilátásba. Egyeztetésre jöttek a Vidékfejlesztési Minisztériumba a Hajdú Bét károsultak. Ott azonban egy bejelentéssel fogadták őket. Két nap múlva nagy részük hozzájuthat a pénzéhez. A jogos igényű kérelmek száma 134 darab. Tehát ezek személyen szempontból nem problémásak. Ennek összege 190,3 millió forint. 48 kérelmet hiánypótlásra küldtek vissza, ezt augusztus közepéig kell pótolniuk, az ezekre igényelt 60 millió forintot valószínűleg utána ki is fizetik majd, mondta az államtitkár. A bejelentés váratlanul érte a gazdákat. Még magam is meglepődve hallottam, hogy 11-től várható a kifizetés, ez azt hiszem mindünk számára egy csodálatos történet. 27 kérelmet viszont elutasított a minisztérium, például a tojás beszállítókét. Az egyik érintett ezt az esemény végén nehezményezte is. Ugyanolyan tartozás a tojás, nem munkabéret, ugyanolyan tartozás volt, mint hogy a végtermék hibát nem fizette ki. Értem, meg fogjuk beszélni. A többség azonban elégedett volt. Az egyik gazda például verset is írt. Megérkeztünk ismét, és nem fogadott kordon, már a pénzünkkel sem várt minket a Bajnai Gordon. A károsultak érdekeinek képviseletére felkért országgyűlési képviselő is a volt miniszterelnökben látja a baj forrását. Itt az ideje, hogy rendet rakjunk ebben az országban. Nem kell annyira biztonságban érezni magukat a hazudozóknak, jelentette ki Wittner Mária. Bajnai Gordon meg ne legyen nyugodt, mert mindenkit utol fog érni az isteni büntetés. Nem akarok példálozni, de én nem aludnék az ő helyébe jó ízűen és nyugodtan. Wittner Mária azt mondta, a gazdák eljuttattak neki egy 4400 oldalas dokumentumot, amelyben elő fog bukkanni sok terhelő dolog. Ez akár a bíróságig is eljuthat, mondta.